Sziasztok, kedves nézők! A Good Bad, vagyok ismételten egy World of Tanks-os replay videóval készültem itt most nektek. Miatt még ledübörögnénk Kecskemétre szeptember 21 én gondoltam, hogy megosztok veletek egy videót, nehogy itt már magányosak legyetek, vagy ne élvezhessétek a csodálatos orgánumomat. <laughs> Csak viccelek természetesen. Úgy is megkaptam a múltkor Facebook csoportban, hogy mennyire el vagyok száva magamtól, mennyire el vagyunk száva magunktól, úgyhogy <laughs> Ja, ez egy nagyon vicces sztori. Pont jöttem az a munkából, és akkor küldte valaki, egy kedves ismerősem küldte amúgy ezt a Facebook csoportos bejegyzést, és hát de el, nem tudom nekem mondani, mennyire mókásnak találtam az egészt. Úgy gondoltam, hogy ezt hogy egy videót, de nem ér annyit az egész, tehát <laughs> nem ér annyit az egész, csak nevetni lehet rajta semmi mást. Szóval térjünk is vissza a replay elemzésére. Dekoratív csiken tollából látunk most egy tök jó kis visszajátszást, tudsz. Értitek? dekoratív csiken tollából. <laughs> Jó, befejeztem. Szóval a mai napon egy T-54 First prototype vagy inkább egy T-54 Mod 1 visszajátszást láthattok dekoratív csiken tolmácsolásában, vagyis ő játszott, én pedig tolmácsolni fogok. Lehet látni, hogy kedves csirke úr nem igazán kezdő ezzel a tankkal. Három darab már foglal helyet a csövén. Ez külön gratulálni tudok, vagy külön gratulálni szeretnék mert nagyon szép teljesítmény, ugye a harmadik kiválóság lehet megszerezni egy prémium tankra, vagy legalábbis egy 800 szintű prémium tankra. Gratulálok hozzá nekem, például a ö, Pantán 88 van három kiválóság elem, úgyhogy igen. De a t egy mod egyre is szép teljesítmény szerintem. Na szóval, nézzük csak ezt a játékot. Dekoratív csüken bejött erre a pozícióra, amit nem ajánlok nektek, hogyha van arti, de most itt jelen pillanatban abszolút el semmiféle tüzességtől nem kell félnünk, így hát fel tudjuk venni ezt a pozíciót, amely egy tök jó kis huldán hely lehet nekünk, ahonnan tudjuk büntetni a tankokat. Az tankok viszont csak a tornyokra látnak vissza, úgyhogy ez mondhatni nagyon kedvező pozíció számunkra. Kis érdekességet észrevettetek. <laughs> Például azt lepatadok a kávé 2 aztán dekoratív csikén így megrándotta az egéret, mintha így teljesen kiakadt volna rajta egy játékon belül, is, mondta, tudta volna, hogy elküldi nekem ezt a replét, aztán <laughs> így fejezte ki nem tetszését a lepatron lövéssel szemben. Na teljesen mindegy, még egy kicsit a HUD-ról beszélnék, hogy látható, hogy fel van téve ilyen külön, tehát hogy máshogyan néznek ki a tankok, nem úgy, mint a a játékban. A replék teljes mértékben meg vannak hűlve, a célkre is meg van hűlve, illetve a tankoknak a típusát, életelét kijelzők is, panelek is teljes mértékben össze vannak hát nem tudom, mi van ezekkel a repülőkkel minden esetre használhatatlanok, tehát hogy így konkrétan százalékot írnak ki, meg tankok, meg játékos neveket, meg ilyenek, ó, mondom. De tudjátok, hogy mennyit bajlódtam azzal, hogy valami nézhető, meg valami értelmezhető kinézetet varázsoljak a játéknak, ez sikerült belőle. Elnézést kérek érte, ezt most ezt kell elfogadatok a következő Pecsre remélem, hogy meggyógyítják, vagy megjavítják ezt az egészet, de így elég használhatatlanok a repülők, ugyanis. Hát konkrétan nem lehet látni semmit a csatából. Na mindegy, tekintsük el ettől az apró kis végi nüansztól, Szinte már megszokhattuk, hogy mindig van valami, mindig van valami, ami miatt lehetne panaszkodni, vagy van, van valami, amit fel lehetne róni a végéseknek, de ugorjuk át ezen, és nézzük a replay tovább, hiszen pörölnek az események, és kéne is elemezni egy kicsit a tankot. Ugye a t van egy first prototype, még nem szerepelt a csatornán, már mint videós formátumban bemutatásra, sőt, még live sem mentem vele, hiszen nincsen meg nekem ez a tank, úgyhogy szerintem egy tökéletes választás lett bemutatásra. Én nem úgy egészen sokat tudok róla, hiszen játszok ezen a tank ellen, és tapasztaltam már, hogy ugye ügyesebb játékosok hogy tudják forgatni, illetve hogy tudják a hasznukra folytani ezt a tankot, úgyhogy mondhatni nem vagyok kezdő ebben a témában, annak ellenére, hogy nincs meg nekem ez a prémium járgány. Na szóval visszatérve a csata elemzésére, 2035 sebzésre tartóképpen jelen pillanatban, és ez kiváló teljesítmény, hiszen hiszen, hiszen ez már bőven unikumus nem tudom pontosan, hogy mennyi az unikumus stat vele, mindenki nézze meg a targetdamage.com-on, így kell leírni, mindenki nyugodtan nézze meg, hogy mennyi sebzés kell ezzel a tankal az unikumus Én most ezt nem tettem meg a replay bemutatás előtt, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy 2400 sebzésünk, vagy, van jelen pillanatban, és egy ohóval találkozunk, egy gonosz ohó aki még full hp volt egy pár másodperc ezelőtt, most pedig már elég jó kis fókuszlövéseknek köszönhetően, elég jó kis fókusznak köszönhetően, a legtöbb életről pontjától is búcsúzhatott, Szépen lassan növekedik a sebzésünk, egy kilőg van jelen pillanatban, és az ellenség még át sem bírt bennünket ütni. Ez mondjuk annak köszönhető, hogy a t egy First Prototype-nak hihetetlenül jó frontpáncélja van legalábbis 800 szintű közepes tankok között bizonyosan. Hogy 800 szinten bőven megcsinálhatjuk azt, amit itt dekoratív csükentől láthattunk, hogy bemegyünk az ellenség arcába és facecheckelgetünk vele lényegében, tehát hogy fejjel leveszik a lövéseket, odállunk az ellenség elé, és akinek mondjuk nincsen hatalmas átütése, az nem is fog bennünket beütni, tehát igen. Például ilyesatok ellen, szuper pörsüngek ellen simán kiállhatunk, úgyhogy képtelenek, képtelenek beütni bennünket sima HP lőszerrel. Amúgy a frontpánciája ennek a tagnak 120mm alul, hogyha jól emlékszem. Igen, és jól emlékszem. De ugye a döntések miatt ez bőven megnövekszik, 190, helyenként még 200mm-re is, úgyhogy brutális pácizatot kapunk amúgy a T-54 First Prototype-tól. Kifejezetten érdekes járgány amúgy, mert elég olcsó prémium tank is, és elég jó kis karakterisztikákkal, jellemezném, vagy karakterisztikák jellemzők rá. Na, pörögnek az események, nem akarom, hogy lemaradjatok itt a dolgokról. Közben 4100 sebzőse rendelkezik dekoratív csiken, két killel és valami elképesztő rampage rendezett itt, tehát hogy szétkapott konkrétan mindenkit és alig kapott belövést cserébe. Ez egy hihetetlenül jó trade volt számára és már csak is ellenséges páncia vadászok vannak ellene. Ebből három darab német páncélvadász, Jagdtiger 88, Sturlemil, illetve egy Scorpion G, illetve egy angol páncélvadász, egy AT-15-ös, egy -e brit páncélvadász állunk még szemben. Egyet ebből sikerült meg egy másikat pedig a Tigris P csapattársunk végez ki. Ezáltal egészen jól állunk, 13-11 az állás. Bőven van itt még esély a győzelemre, illetve még több sebzésre. Ez amúgy már jó kedvel bőséggel, számít. 4000, 681 sebzés elképesztő teljesítmény. Ez Scorpion Givel állunk szembe, akivel betöltöttük a repeszlőszert, ami sajnálatos módon lepattant róla, vagy valami különös része a Scorpion G-nek elnyelte. De a második lövés már bemegy, 306-ot sebeztünk bele. Szuper, a Scorpion G viszont nem fog lepattanni, hiszen 311 mm-es APCR átütéssel rendelkező 128 mm-es gránátokat köpköd ránk, ami valami hihetetlenül le tudja csökkenteni az pontjainkat, szinte nullára. 34 életről pontról úsztuk meg ezt az egész trédet, viszont 5400 sebzésünk van jelenleg összesen, ami elképesztő teljesítmény ezzel a tankkal le a dekoratív előtt. Azt még nem említettem amúgy, hogy a sima AP lőszernek az átadése 183 átlagosan, az apc pedig 235, tehát mint a játék elején látható volt, kell bőven tölteni ebbe a járgányba a APCR lőszert, különben nem fogjuk tudni lehozni a csatákat. Ez De hogy dekoratív csöken Normál tűzoltókészüléket hozott magánál, egy kis javítót és egy kis elsősegélycsomagot. Itt pedig egy kis érdekességet megemlítenék. Ha előtte volna az az egy darab ap dekoratív csikén, akkor lett volna még egy plusz fadin medálja is. De így sajátos módon egy darab lőszer volt a tankjában, amikor is megsemmisítette az AT-15-öst, az által begyűjtött az ötödik kilt. Több mint 6000 sebzést a játék végéig. Valami hihetetlen teljesítmény volt, illetve hihetetlenül jó kis kerri volt ez, lényegében a dekoratív csikán hordozta a hátán ezt az egész mérkőzést, és mondhatni, ő gyűjtötte be a legtöbb sebzést. Úgyhogy, ja, elég jó kis, vagy elég gyors és pörgős csata volt ez, úgyhogy, ja, még a tankra kitérnék annyiból, hogy mondtam az átütést, az AP átütést, ilyeneket, a pontossága 0,36 száz méteren a szűkülés idő 2,4 másodperc, mínusz 6 fokos az állítsérés, amit nagyon fontos megemlíteni, hiszen nem egy ilyen hatalmas eljussődéssel rendelkező tank. 34 darab lőszer ami elég kevés láthatjátok, hogy itt is majdnem kifogytunk. Legalábbis jó lett volna, ha kifogyunk, hiszen akkor megvan a fadén medálunk. És körülbelül ennyi. Talán még a látótávolságot említeném meg, ami 360 méter. Ezt érdemes lehet legénységi képességekkel még jobban feljavítani, szerint véleményem szerint. Amúgy ez a tank egy valami jó kis prémiárgát, hiszen már 8750 aranyért megkaphatjuk, úgyhogy Szerintem egy kiváló választás lehet azoknak, akiket, akiket nem rettent el az, hogy nem TR limites a tank, tehát TR 10-ig dobhatja a játék, akár TR 10 ellenfelekkel is szembe kerülhetünk. Na de inkább lássuk csak a játék végi összesítést. Na szóval van itt nekünk egy tankászunk, van itt nekünk egy nagy kaliberünk, illetve egy szársegédünk, semmi epic medál. Azért szívem szerint én dekoratív csükenyeknek adtam volna valami medált, mert ez valami hihetetlen szép teljesítmény volt, illetve hihetetlenül szép játék volt. Látod, hogy több mint 20 ezer 8 at ért ez a kör. <laughs> Elképesztő teljesítmény az egyszer biztos. A lövései 90%-a talált. Itt van az összes sebzés plusz a hozzájárulás. Itt lényegében mi hoztuk le ezt a mérkőzést, amit már említettem. Itt van a csapat összesítés. 6048 sebzés a végén, 5 kill. Egy kellett volna még egy topgához. Az a fadi medál szerintem nagyon megérdemelt lett volna, Úgyhogy körülbelül ennyi. Itt az, összes, az, összesítés. Látható itt is az, hogy például a prémium, prémium mennyivel több kreditet tudtunk volna szerezni ebben a körben, de sajátos módon dekoratív chicken ezzel most nem rendelkezett, és XP-ből is hát majdnem ezerrel több XP-t kaptunk volna ezért a körért, mint úgy általánosságban. Na hát ez van. Nagyon szép kis visszajátszás volt, amit köszönöm szépen, hogy elküldted. Kedves nézők, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok!